Volt olyan verseny is, ahol a kupát ott kellett hagynom, de... Ott kellett hagynod a kupát? Igen, nagyon örültem neki, hogy a négy játszmában én mind a négyet meg tudtam nyerni, kicsit én is meglepődtem. 100%. Igen, és nem marad el az olimpia, hanem csak jövőre öt eltolódik. Én azt mondom, hogy még többet tudunk így edzeni, és így lehet, hogy még jobb eredményt tudunk elérni. Jó napot kívánok, sziasztok, mindenki sok szeretettel üdvözlök, ez itt a Karanterjú, mai vendégem Papp Petra, sakknagymester, és a témánk a váratlan helyzetek egy sakkozó szemszögéből. Szia Petra! Szia Peti! Amit Petrának tudni kell, hogy háromszoros olimpikon sakkozó, női magyar bajnok, Rapid Európa bajnok, a magyar ranglistán az ötödik helyezést foglalja el, és egy másfél éves gyermek édesanyja. Petra, ennyi sok eredményed közül, ezek a legkiemelkedőbbek, de összeszámoltad már, hány kupád és érmed van összesen? Igen, hát gyakorlatilag kupáim is nagyon sok van, de érem tényleg rengeteg, több száz érmem van, és a kupáim meg, hát gyakorlatilag szerintem egy olyan 50 kupám van körülbelül, de azokat mindegyiket így szépen vitrínbe tartom, szóval onnan csillognak. Hát ha ennyi kupád volt, akkor bizonyára sok helyen is jártál a világban, azért ezeket nagyon nehéz lehetett itt hazahozni. Igen, nagyon nehéz volt sok helyen. Volt olyan verseny is, ahol a kupát ott kellett hagynom, ott de... Ott kellett hagynod a kupát? Igen, ott kellett hagynom, de egy fényképet csináltunk róla, és azt beszéltük meg, hogy a versenyen, amikor bármikor oda visszamegyünk, akkor megemlékezünk a kis kupáinkról. És volt már valamilyen különleges kupád, vagy mindegyik ez a fém színű, vagy amilyen szokott lenni, az arany bevonatú? Voltak furcsa kupáim, meg volt olyan verseny is, ahol például bort kaptunk, és a borra rá volt, fel volt címezve, hogy a játékosok neve, aki az eredményt elérte, szóval az is egy ilyen emlékezetes verseny volt, de nagyon sokféle kupám van, de én egyébként a rendes, hagyományos kupákat szerettem a legjobban, amik ilyen szép, nagyok, és így csillognak. És a bor megvan még egyébként? Meg. Akkor az csak évről évre az értéke nő. Igen, nő. A nő az értéke. Petra, ha ennyi kupád és ennyi érmed van, akkor nagyon sok helyen jártál. Volt olyan esemény, olyan verseny, olyan bajnokság, ahol valamilyen rendkívüli helyzet adódott, ami így a megszokottól így eltérő. Ez akár lehet a játszma során, vagy akár így a felkészülések alatt. Igen. Hát tényleg nagyon sok versenyen játszottam. Volt olyan verseny, ahol bombariadó volt, így az egész csarnokot ki kellett üríteni, ez több ezer emberről van szó, ez az olimpián volt. Volt sajnos olyan, amikor valaki sajnos szívrohamot kapott, és újra kellett éleszteni, akkor jöttek a mentők, akkor is az egész termet kiürítették, fél óra múlva vissza lehetett menni, de hát ez így nagyon nehéz volt így újra kezdeni egy játszmát így. Ez azért nem egyszerű így lelkileg, mert a sakk az egy gyakorlatilag a mentális erősségeden alapszik, hogy ott hogy tudsz leülni, és hogy ez megtörtént egy versenyhelyszínen, és utána újra leülni. Hát igen, hát gyakorlatilag nagyon sok tényező van, de így ez a mentális, ez nagyon tényleg nagyon fontos, és hát úgy nehéz ilyen zaklatottan játszani, mert tényleg ott kell lenni fejben, nem lehet egy kicsit csak itt kiadni. Hát volt olyan verseny, ahol rosszul ment a játék, akkor meg én akartam, hogy legyen valami történés, hogy félbe legyen szakítva, mert hát így a versenyt az, aki elkezdi, azt végig kell játszania, de hát vannak olyan rosszabb versenyek is, ahol ez bekövetkezik. Petra, a koronavírus az új helyzetet hozott létre gyakorlatilag az egész világban, és így a sportolóknak is új kihívások elé kell, hogy szembenézzenek. A sakkos társadalom nagyon gyorsan és nagyon jól reagált erre. Például a múlt héten volt egy játszma, ahol a női magyar válogatott játszott a német csapattal. Erről egy kicsit tudsz mesélni, erről a szervezésről? Ez online történt, ugye? Igen. Hát igen, az a sok, az egy kicsit olyan szerencsés mondhatni sportág, hogy
hogy lehet online is, interneten keresztül is játszani, lehet egyébként edzeni is, sakkönyvekből, a sakkgépen, szóval egy internetes felületen ugyanúgy lehet edzeni, mint mondjuk személyesen. Mondjuk én jobban szeretem a személyes, de ennek is megvan az előnye, mert sokkal jobban lehet haladni, nem kell a bábokat szépen kirakni percenként, meg felrakni egy állásra, hanem gyakorlatilag megvan az állás, és lehet elemezni. Szóval ugyanúgy lehet interneten sakkozni, játszani, és szerintem ez egy nagyon jó kis kezdeményezés volt, a két szövetségi kapitány kezdeményezése volt, hogy a női magyar és német válogatott játszani egy ilyen barátságos online rapid versenyt. És ez azt jelentette, hogy a legjobb négy női magyar játékos játszotta a legjobb női négy német játékossal, és akkor mindenki játszott az ellenféllel, az összes ellenféllel négy játszmát. Ez összesen 16 játszma. 16 játszma volt, és hát gyakorlatilag az erők egyébként körülbelül egyformák voltak, így a világversenyeken is itt a hasonló eredményt szoktunk elérni, a játékosok is körülbelül egyforma élőpontszámmal rendelkeztek, és gyakorlatilag a női játékosok, a magyar női játékosok, mi nagyon nagy nyerés, nagyon megvertük a németeket, 12,5-3,5-re, ahogy számolom. Igen, hát nagyon meglepődtünk, de tényleg sokat készült együtt a válogatott, sokat sakoztunk a verseny előtt, és így tényleg formában tudjuk tartani, szóval kellenek ezek a kis online versenyek. Nagyon örültem neki, hogy a négy játszmában én mind a négyet meg tudtam nyerni, kicsit én is meglepődtem. 100%. Igen, de tényleg nagyon figyeltem a játszmák alatt, és én nagyon szeretem ezt a gyors játszmát, főleg így interneten, egy jó egérrel. És lesz ennek folytatása, vagy valami? Igen, így a többi válogatott, európai válogatott csapattal szeretnénk majd játszani, ilyen franciákkal, lengyelekkel, most azok éppen szervezés alatt állnak. Ó, ez nagyon szuper, nagyon jó hír ez. Viszont ami kevésbé jó hír, hogy a tokiói nyári olimpiát elhalasztották, így a moszkvai sakkolimpiát is elhalasztják, ami neked a másfél-két év után a nagy visszatérésed lett volna. Hogyan élted meg ezt a hírt? Igen, hát én nagyon-nagyon készültem erre az olimpiára, hogy akkor majd augusztusban én is játszok a válogatottal. De egyébként úgy gondolom, hogy most ez a helyzethez alkalmazkodnunk kell, és nem marad el az olimpia, hanem csak jövőre eltolódik. Én azt mondom, hogy még többet tudunk így edzeni, és így lehet, hogy még jobb eredményt tudunk elérni. Szóval én teljesen rugalmas vagyok ebben a témakörben. Illetve a kislányod is nagyobb lesz, és majd jobban tud ő is alkalmazkodni a helyzethez. Igen, örülök, hogy nem kell nagyon itthon hagynom még ilyen kicsiként, szóval ha jövőre lesz, akkor még egyszerűbb lesz, és szerintem, hogy még jobb eredményt tudunk elérni a csapattal. De Moszkva így hozzád még közelebb áll, mint... Igen, egyébként nekem nagyon tetszett, hogy az olimpia Moszkvában rendezték volna, vagy rendezik majd, mert gyakorlatilag a férjem és a férjem családja, ő moszkvai, és így össze is tudtuk volna kötni a családdal ezt a kis versenyt is. Ó, hát ez nagyon jó hír. Így a végéhez közeledve egy kis játékra meginvitálnálak téged, benne vagy? Persze, jó lesz. A játék lényege, hogy mondok bizonyos szavakat szópárokban, és amelyik legjobban rád jellemző, azt visszamondod nekem. Na lássuk. Fekete vagy fehér? Fekete. Zöldség vagy gyümölcs? Gyümölcs. Autó vagy repülő? Repülő. Érem vagy kupa? Kupa. Koszinusz vagy színusz? Koszinusz. Vagy tangens? Foci vagy fitness? Foci. Első Géza vagy második András? Első Géza. Szeged vagy Moszkva? Szeged. Borsleves vagy halászlé? Borst. Borst? Persze. Olimpia vagy világbajnokság? Olimpia. Nagyon szépen köszönöm, Petra, így neked, hogy elfogadtad így ezen az online téren a meghívásomat erre az interjúra. Ahogy hallották, Petrának is és más sportolóknak is nagyon sok lemondással jár ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy legyünk türelemmel, minden rendben lesz majd. Aki teheti, az maradjon otthon.
és további szép napot kívánok neked, Petra. Köszönöm.